A gyerekes írtő jelentkezik, Béta. Ugye a zsírnak, az ujjának a hangja ma unalmas. Beszéljünk kicsit technikáról. Első kerékszerelés. Hát, ugye, ha átgondoljuk, van nekünk egy felső villa befogónk, alsó villa befogónk, és kereket szerelünk. Van egy alsó tengely befogó csapunk, itt is egy, meg itt is egy. Lényeg az, hogy ez a így villa szár, ahogy mozog benne a szár fölle, fönt ez a távolság így fix, ez is fix, ugye? De itt lent, mivel a hosszú a villa, ez tud így oda-vissza mozogni. Miért tud mozogni? Mert mikor te berakod a tengelyt, akkor ezen az oldalon meghúzod a csavart, és azon a tengelyt ebbe az irányba behúzod, és neki feszíted a távtartón keresztül arra a pontnak. Ezért még a kerék ebbe az irányba tud mozogni, mert ez nincs meghúzva. Igaz? Vagyis van egy fix oldalunk, ahol van a csavar, van egy laza oldalunk, ami így tud mozogni. Hát most kilazítom, meg tudnám nektek mutatni, meg is mutatom, jó, hogy ez mozog. Ezért azt kell csinálni, miután összeberaktod a tengelyt és a kereket a helyre, meghúzod a csavart, és utána azt a két csavart meghúzod, fixre, nem túl, de meghúzod, ezt a kettőt nyitva hagyod, és a motort leengeded a bokról, paf, és megrúgóztatod. Ahogy megrugóztatod, a szár bejön a helyére, és beállítja itt azt a távolságot, ami kell ahhoz, hogy működjön. Ha véletlenül szűkre állítod befele, vagy kifele marad, és megszorítod mozgás helyett, akkor ahogy jön lefele, meg fog szorulni, vagy befele, vagy kifele fog szorulni. Érthető? Ezért fontos, hogy mindig jobb oldalát megszorítod, meghúzod az anyát, megszorítod, lazán hagyod, leveszed a bakról, megrúgatod. És utána ezt a két csavart megrúgatva meghúzod. És utána ezt a két csavart megrúgatva meghúzod. Innentől kezdve garantált, hogy a felső távolság, alsó távolság és a legalsó távolság is egyenlő, mert fog tudni mozogni a futómű. Jó? Ennyi volt Zsír TV. A gyerekes Zsír TV jelentkezik. Tengelykenés. Érdemes tengelyt mindig jó bekenni zsírral. Egyszer mert szigetel a víz ellen. Illetve ha megcsúszna a tengely a csapágy helyett, a keréken, kerék a tengelyen csúszna meg, akkor ezen szépen tud csúszni. Berakjuk a kereket, nincs hiszti. Yeah.